A tavaszi árpa, valamint a búza felét már elvetették. A tavaszi árpa, valamint a búza felét már elvetették megyénkben. A Triticale és a Zabföldeken is megkezdődtek a tavaszi vetési munkák. A tervek szerint a megyében 1700 hektáron tavaszi árpát, 1000 hektáron tavaszi búzát, 6000 hektáron szóját vetnek, 2000 hektáron lucernát, kölest, pohánkát, olajtököt, kisebb területen pedig cukorrépát, burgonyát, zabot, borsót termelnek majd. Tavasz végén 7800 hektáron napra forgó, 25700 hektáron pedig kukoricamag kerül a földbe. Az őszi hónapokban a szántóföldi növénykultúrákat közel 50000 hektáron vetették el, 16390 hektáron repcét, 25670 hektáron őszi búzát, 420 hektáron rost, 4500 hektáron őszi árpát nevelnek, míg a Triticale vetés területe 1765 hektár. Az őszi vetések 40-50%-a jónak, 20-30%-a közepesnek minősíthető. A gazdálkodók repcéből nem jelentettek ki pusztulást, de a késő őszi vetésű búzák nehezen bokrosodnak, és jelentős az állományok gombás fertőzöttsége. Az őszi és koratéli sok csapadék miatt vízzel telített talajok felső rétege már kiszáradt, így a gazdálkodók jól haladhatnak a talaj előkészítésekkel. A repcék és őszi kalászosok fejtrágyázását már befejezték, a vetésekkel párhuzamosan zajlik a gombák elleni védekezés. A szélsőségesen változó időjárás nem tesz jót az őszi állományoknak és a vetéseknek. Hajnali fagyok és a szeles időjárás pedig megnehezíti az aktuális növényvédelmi munkákat.